Na hát szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjában, ahol most ismét egy tervezett versenyhelyszínre látogatok el. Fontos a szó a tervezett, hiszen mindig akkor válik valósággá egy ilyen versenyhelyszín, amikor már az első versenyt megrendezzük. Jelen pillanatban most egy újabb tónak a felmérése, feltérképezése fog majd zajlani, erről fog szólni ez a kis videó, illetve hát természetesen lesz benne egy kis pár praktika, technikai újdonság, illetve most is egy Acroft pellettel fogok majd horgászni, amit szintén be fogok majd mutatni. Hát ez a helyszín, ahol most horgászok, ez a Hajnal horgásztó, ez Székesfehérvár után található. A Horgász Egyesületek Fejér megyei szövetségének a kezelésébe került nem túl régen ez a horgásztó. Egyébként egy magántóként indult annak idején. Kimondottan horgásztónak lett létrehozva, tehát ez úgy lett kialakítva, hogy ez bizony egy horgásztó. De egy ilyen kis zegzugos, kanyargós kis vizet sikerült megcsinálni, aminek van egy ilyen félsziget részén, erre a kis félszigetre ültem most itt be, itt a halőr javaslatára, mondta, hogy itt jól lehet fogni a halat, ide üljek, hát akkor hallgatok rá, ide ültem le. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy körbe jártam ezt a kis tavat, és első ránézése ugye nagyon picike, ez ilyen 1,2-1,4 hektár mindössze a területe, a vízmérsége is változó, itt ahol én horgászom ezen az oldalon, ehhez a parthoz közeli részen itt ilyen méter 20-asra mondják, a túloldalon pedig, ahol majd horgászni fogok, az egy egyenes hosszú szakasz, ott pedig ilyen 2 méterre be van mélyítve a tó, és azt mondják itt a helyi horgászok is, akik itt pecáznak körbe, hogy mindenki a túlpart előtti területet horgássza, oda érdemes dobni, hiszen ott mélyebb a víz, ott vannak a pontyok, főleg, hogy a jobb pontyok is. Körbejártam a tavat, ugye azon a területen ott mögöttem, ami elég igazából majd horgászni fogok, az egy fantasztikus jó kis rakósbotos pálya lesz majd, úgyhogy akár a freestyle rakósbotos horgász versenyt is egy jó helyszíne lehet majd egy elődöntőnek. Ki vannak téve ilyen kis betonkockák, egyetlen egy hátránya van a ottani helynek, hogy van mögötte egy kerítés, ami igaz, hogy ilyen nagy lyukkal bír, és azon át lehet tolni a rakost, de hát mégiscsak egy kerítésen kell hátra tolni a rakost, ami egy picit kényelmetlenebbé teszi a horgászatot. Bár ha azt mondják, hogy nekem is oda a szemközti part elé érdemes horgászni, akkor nem kell feltétlen 11,5 méterbe sem horgászni. Bőven elég, hogyha egy ilyen 8 méteres margin bottal horgászunk, azt meg ugye kettőbe szépen le lehet bontani, úgyhogy meg lehet azért ott is oldani a horgászatot, majd ez egy másik perccel, azt ki fogom próbálni egyébként a rakósbottal a szemközti oldalt is. Most minden esetre a Method Fader szakágnak keresek új versenyhelyszínt, és megnéztem ezt a oldalt, ahol itt, mert itt egymással szembe ugye nem lehet horgászni, hiszen nem túl széles ez a tó, ilyen 30 méter lehet itt, ahol én horgászom. A legszélesebb pontja is szerintem ilyen ránézésre ilyen 50 méter, nagyon maximum 60 méter, de szerintem 60 méter nincs is. Le fogom majd mérni egyébként a Google Earth-ön pontosan, hogy hány méter széles a tó. És itt egy hosszú egyenes szakaszban találtam úgy, hogy ha ilyen 8-9 méteres helyeket bökünk ki, akkor 20 ember le tud ülni. És még itt van ez a kis félsziget, ide is 5 ember kényelmesen, illetve a következő helyre is 5 ember kényelmesen le tud ülni. Tehát 10 fős, 2-10 fős szektor azon a szakaszon, illetve 1-10 fős szektor úgy, hogy ezen a kis félszigeten, illetve a mellette lévő kis területen férne el, így 30 embernek lenne ez egy ideális kis versenypálya. Megnézem még, hogy milyen halállománya van ennek a tónak. Azt mondta a halőr, hogy van benne egyébként keszek, kárász, ponty, amúr, csuka, süllő, minden. Szépen be is telepítette a Hofes ezt a vizet, úgyhogy a halaktól nem kell tartani, hogy nincsen benne hal. Maga a környezet egyébként, van kis sportpálya, hátul egy kis füves plac, ilyen kis emuk szaladgálnak itt egy ilyen elkerített részen. Láttam egy ilyen kis birka családot is, vagy kecske családot, a feneset utána nem láttam messziről, nem tudom megállapítani. De két kis jószág, meg egy pár anyaállat kószált itt körbe-körbe. Vannak ilyen kis faházak is, egy remek kis közösségi helység, ahol az ilyen ünnepélyes megnyitókat meg lehet tartani, sorsolásokat, esetleg egy jót lehet kajálni a végén. Vannak ilyen kis esőbeállók, ezek nem túl szépek, de hát gondolom majd idővel ezeket is szépen ki fogják majd cserélgetni. Ami nagy munka lesz viszont ezen a tavon, az biztos a partvédelemnek a megoldása. Itt lehet látni majd mögöttem itt ezt a ilyen palánkokkal van megerősítve a
artja a víznek, de ez nem túl esztétikus, illetve a túlpart meg nincs is megerősítve, és ott szépen alá is mosta már a hullámzás a partot, úgyhogy biztos, hogy erre még majd kell egy kicsit költeni, hogy ennek a partvédelmét megoldják ennek a tónak, de hogyha ez meg lesz, akkor minden aprósága ellenére, hiszen, mint mondtam, ez egy 1,2 hektáros kis picike tó, nagyon jó kis versenyeket lehet szerintem itt rendezni, és van egy kis hangulata, és hát gondolom a Hofesznek egyik célja az volt ezzel a vízzel, hogy itt nagyon jól meg lehet majd szervezni a különböző nyári gyerektáborokat majd a lurkóknak, hiszen minden adott lesz hozzá, hogy itt a gyerekek is jól érezzék magukat, és esetleg megszeressék a horgászatot. Na hát ebbe próbálok még én is most egy picit majd segíteni. Látjátok itt a vágóképekben így körbe mutattam nektek a tavat, ahogy itt körbe jártam, megnéztem a partot, megnéztem, hogy mik a lehetőségek. Első ránézésre én nekem egyébként szimpatikus, most már csak az a kérdés, hogy milyen halak lakják. Képítettem a horgászállásomat is, és hát itt van mellettem, amivel horgászni fogok. Most az Acroftnak a 2 mm-es Candy Cream névre hallgató kajáját fogom használni. Majd ez is egy mikropellet, ugye 2 mm-es az átmérője, ezt majd mondtam. Hát 1 kilót fogok mindössze bekeverni, már csak azért is, mert nagyon picike kosárral fogok horgászni, mindjárt meg fogom azt is mutatni. Erről a pelletről egyébként azt kell tudni, hogy használtam már, tehát ismerem, egy kicsit az F1-es Dynamite Bates pelletnek a aromájára, az ízére hajaz, tehát egy ilyen kellemes édeskés íze van ennek a pelletnek, kellemes édeskés aromázottsága van ennek a pelletnek, és hát nagyon jól kiegészíti majd ez a mainline cellaroma, amit tudjátok, szoktam használni, egy kicsit megragasztom vele most is a pelletet, nem mint hogyha a távolság indokolná, mert nem kell nagy távolságot horgászni, egy kicsi plusz aromát szeretnék hozzáadni még magához a pellethez. Miért is lesz elég az 1 kilóram? Azért, mert nagyon picike kosarakkal horgászom, itt van a kezembe az a kosárméret, amivel meg fogom horgászni majd az előttem lévő vizet. Nem kell nagyot dobnom, tehát egy ilyen 25 méterre körül lehet, max. 30 méter körül lehet a túlpart, és a túlpart elé kell horgászni. Viszont az ilyenfajta horgászatoknál én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél csendesebben horgászunk. Nagy 40-50 grammos kosarakkal, vagy nagy űrtartalmú, akár egy 20 grammos kosárral is, de mondjuk egy nagy űrtartalommal, amit hogyha megtömök, akkor az hatalmas nagy robajjal csapódik be. Biztos vagyok benne, hogy szétugrasztanám a halakat, amik ott vannak esetleg már a etetésem környékén, úgyhogy mindenféleképpen pici kosárral fogok horgászni, és ugye hát ebbe kézzel kell tölteni a pelletet, nem fér bele nagy mennyiség, úgyhogy felesleges nagy mennyiséget bekavarni, még az is lehet, hogy csak fél kilót fogok egyébként felhasználni. És maga a bot, amivel horgászom, az szintén egy olyan pálca, ami alkalmassá teszi a tehát ami alkalmas arra, hogy ezeket a pici kosarakat be tudjam szépen dobni. Tehát maga a bot, amivel horgászni fogok, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy ilyen apró méretű kosarakat is nagyon szépen pontosan lehessen vele dobni. Ez a bot, ez egy Horizon Carp Feeder, 3 méter hosszú, és az orsó az egy 4000-es Akosz orsó, amelyiken egy 25-ös főzsinór van, tehát most nincsen dobóelőke, semmi, egy telibe horgászok 25-ös zsinórral, hiszen erre a távolságra tökéletesen alkalmas. Mivel ez egy nagyon érzékeny, nagyon finom kis pálca, biztos vagyok benne, hogy a beugró jobb halakkal is meg tudok birkózni, főleg akkor, hogyha van egy kicsit erősebb zsinór is a szerelékemen. Ugye ez a kis kosár, ami most föl van helyezve, ez egy 25 grammos, nagyon pici űrtartalmú kosár, ezzel fogom majd kezdeni a horgászatot. Nem fogok igazából szerintem alapozni se semmit, hanem elkezdek szépen a part elé dobálni, és szépen óvatosan így végig pásztázgatom a magam előtt lévő partmenti területet, és hogyha találok ott halat, akkor utána egy pontba fogok horgászni. Viszonylag szerintem, mivel nem is nagy távolságot horgászok, egy gyors ütemet, tehát nem fogok most sokat várni majd a dobások között,
még 5 percet se, szerintem ilyen 2-3 perces ütemmel fogok kezdeni, és utána pedig majd, hogyha már ment be egy kis kaja, akkor utána, hogyha nincs kapás, akkor majd ki fogom nyújtani ezt az időt, kivárom az 5 percet, 6 percet, 7 percet, meglátjuk, hogy mikor fogja először elcsavarni valami. Akkor a horgászat közben egy kicsit pihenek én is, és egy picit a kosarakat akkor nézzük már meg, mert mindig mondom ezt az Open Alloy kosarat, de lehet, hogy nem sokan ismeritek ezeket a kosarakat, vagy legalábbis én nagyon kevés embernél látom, hogy használná őket. Mindenki a töltős kosarakat használja. Pedig hát remek kis dolog egyébként ezek a nyitott kosarak, amit ugye kézzel lehet igazából megtölteni, és kimondottan a pellettel történő horgászathoz lettek ezek kitalálva, és hát különböző méretekben vannak. Ugye ennek a rendszernek
amit a Martix kínál, ennek ugye az a nagy előnye van, hogy lehet nagyon gyorsan cserélni a kosarakat a száron, tehát hogyha elkezdünk horgászni mondjuk történetesen itt egy 40-es kosárral is, mondjuk le kell cserélni egy kisebbre, akkor fogom, fölhúzom a másikat, és már tudok is horgászni egy sokkal kisebb űrtartalmú kosárral. Ugye ezeknek a nyitott kosaraknak az a nagy előnye, hogy nagyon gyorsan és nagyon könnyedén ki tud belőle oldódni ez a bele nyomott pellet, és különösen ilyenkor, amikor ilyen part mellé kell horgászni, és ugye mondtam azt az elején, hogy fontos szerintem az, hogy minél csendesebben horgászunk, ilyenkor nagyon jó az, hogyha tudjuk cserélgetni ezeket a kosarakat, hiszen ugyanaz az űrtartalom elérhető mondjuk 25 g-os kivitelbe, vagy egy 30-asba, és hogyha egy kicsit föltámad a szél, akkor is könnyen tudjuk cserélni a kosarakat, és ugyanolyan pontosan meg tudjuk dobni. Az, hogy a gramm az mennyi a kosáron, az egy dolog, de nagyon fontos szerintem az is, hogy mennyi a befogadó képessége a kosárnak. Ezekben nagyon-nagyon pici mennyiség is elegendő. Különösen ilyenkor, amikor igazából nincsen az embernek konkurenciája, és a halak ott mozognak a parti zónába, csak oda kell szépen pöttyinteni minél csendesebben. Olyankor jó az, hogyha maga a kosárnak is minimum egy ilyen 20-25 grammos a tömege, és a űrtartalma sem túl nagy, hogyha megnyomjuk egy pellettel, akkor se fog már nagyot változni a kosárnak maga a tömege, ezért nagyon csendesen lehet vele horgászni. A kialakítás olyan ennek a kosárnak, lehet látni, hogy itt fölvastagszik az eleje, a vége egy kicsit karcsúbb, tehát ez segít abban, hogy nagyon pontosan dobjunk, és ez a fölvastagodás is az, hogy így megemelkedik a palástja ennek a kosárnak, segít abban, hogy amikor becsapódik a kosár a vízbe, akkor a pelletet egy kicsit védi, nem tud róla azonnal lerobbanni. Mondjuk ilyen partmelletti sekély horgászatnál ugye nincsen mély víz, nem kap akkora nagy erőhatást, meg főleg amikor tényleg, ha megnézitek, akkor csak egy ilyen kis újnyi mennyiség az, ami belefér, de ezt a kis mennyiséget is tökéletesen megvédi ez a kis palást, amin oldalt itt lehet látni ilyen kis réseket, ez pedig azt a célt szolgálja, hogy a víz oldalról is hozzáférjen, és rögtön fel tudja puhítani a pelleteket, azonnal ki tudjon belőle oldódni. Úgyhogy én nagyon szeretem használni ezeket a kis open alloy kosarakat, mert nagyon könnyű tölteni, nagyon gyorsan lehet vele horgászni, nagyon jó az, hogy lehet cserélgetni a különböző tömegű kosarakat, és ami a lényeg, hogy ezáltal, hogy megvan egy kicsit emelve itt az eleje, és ide van helyezve a súlypontja, nagyon pontosan lehet vele horgászni.
a horgászat az valóban parádés, hiszen minden dobásra jön hal, már az első bedobásra volt, tehát nem is nagyon kellett itt semmit se alapozni valóban. Nagyon sok hal lehet ebben a kis tóban, úgyhogy a halállománya az biztos, hogy alkalmas arra, hogy egy bajnokságot lehessen itt majd rendezni. Hát, hogy a metód, vagy pedig majd a rakósbotos lesz, az azt még nem tudom, mert az a helyzet, hogy ha a metódon ott ki van jelölve a 20 hely, azok teljesen egyenlő egységekkel horgásznak, hiszen azonos távolságra van a szembepart. Viszont ha itt jelölöm ki az 5-öt és a következő helyen az 5-öt, azért a két hely között van jó bő 10-15 méternyi távolság, és hát sebességben nem mindegy, hogy a túlpart elől 15 méterrel rövidebb távra kell kitekerni a halat, vagy pedig hosszabbra, és hát az a tapasztalatom, hogy valóban ott a túlparti sáv elé kell horgászni, ott, ahol majd a rakósbotos horgászok fognak ülni. Biztos vagyok benne, hogy rakósbottal oldalra kifordulva szinte a part mellől lehet egyébként ezeket a pontyokat fogni. Nagyon vegyes a felhozattal, fogtam ilyen szép 4 kiló körül itt is, fogtam gyönyörű fekete kis tükröst, a zöme egyébként ez a másfél, 2-3 kg közötti méret, ami jön, és hát oda kell dobni a túlpart elé szinte, minél közelebb a túlsó parthoz, le kell gyorsan nyomni a botnak a spicét a víz alá, azonnal befeszül a spic, hiszen ott azért nem olyan mély a víz, tehát pont nem abba a 2 méteres sávba horgászom, amit mondtak, az szerintem egy kicsit beljebb van, majd most már lehet, hogy elhagyom majd ezt a partmenti sávot, és bejövök ebbe a mély vízbe, megnézve hát, hol nagyobb halak vannak, de a part elé bedobva nem kellett várni, el is hagytam az időzítőt, mert semmi értelme nem volt az időzítőt nyomkodnom, mert szinte másfél-két percen belül valami lecsavarta, próbáltam azt is, hogy dobáltam jobbra-balra, tehát még csak nem is egy pontba, de mivel konkurencia nélkül horgászom, nagyon sok hal van ott. Nyilván, hogyha itt verseny van, és mindenki ugyanazt a távolságot horgásza, és mindenki oda etet, akkor azért megoszlik ez a halmennyiség, és biztos, hogy nem ilyen parádés a helyzet, de ha valaki csak szórakozni szeretne kijönni ide, az nyugodtan megteheti, mert tényleg nem nagy cucc kell hozzá, elég egy rövid kis féderbot, főleg, ha ide beülsz erre a kis félsziget részre, egy 3 méteres bottal meghorgászva ott a túlpartot, teljesen jót lehet szórakozni. Amire viszont fel kell készülni, hogy autóval nem megközelíthetőek a helyek, tehát vagy talicskát kell hozni, vagy pedig itt a tónál van két kis srávkocsi, azt lehet igénybe venni a becuccoláshoz. Én is elfelejtettem elhozni a talicskámat, azzal hoztam be a cuccaimat, de ez legyen a legkevesebb, én azt gondolom, nagyon sok tó van most már úgy, hogy nem lehet megközelíteni horgász helyet autóval, hanem autóval, vagy egy kiskocsival kell betolni a cuccot, úgyhogy ez is a sport része. Ha már valami már piszkálja is a csalimat, már látszik a spiccen a bebebólintás. Nem szarakodtak egyébként a pontyok, azok vitték, mint kanazólat. Fogtam egyébként dévérkeszeget is, van benne az is gazdagon, tehát hogyha a pont nem eszik, akkor is van mire horgászni, mert a dévérkeszegeket pici csalival, én is most Novák Jani barátomnak ezeket a 5 mm-es metal boilijait használom. Ez a sárga színű szkopexán is van most fönn, azzal fogom a halakat. Kicsit zavaros a víz is. Új, az anyját, már vitte is. Kicsit zavaros a víz, és ilyenkor ez a sárga szín, ez nagyon jól tud működni az ilyen zavaros vízű tavakba. Ennek a tónak egyébként a vízellátása az garantált, hiszen három kis forrás táplálja alulról, illetve itt van mögöttünk a Gajapatak, és onnan is lehet vizet vételezni. És ez egy ilyen kis vizenyős terület itt, ahol ez a kis tó van. Körülöttünk egyébként mindenfelé halas tavak vannak, tehát biztos, hogy a víz utánpótlással nem lesz itt gond. Ami azt gondolom, hogy olé, ez már megindul. Egyébként nagyon harcosok a halak, tehát méretüktől eltekintve a bánat, hát ezzel meg mi lett itt, hogy így megindult. Tehát méretüktől eltekintve nagyon jó kondícióban vannak, különösen az a kis fekete tükörpontja, amit fogtam, az volt nagyon, nagyon erős, szinte kiugrott a vízből, annyira küzdött az életéért, nem tudta szegény, hogy vissza lesz úgyis engedve, nem kell tőlem félnie. Ez viszont most nagyon kis energikus ez a hal, fel is jött ott a
víz felszínére. Jobb ide egyébként egy ilyen kis lágy féderbot, mint egy nagyon kemény, erős, merev bot, mert arról ezeket a halakat könnyen le lehetne tépni, viszont ezzel a lágy bottal nagyon szépen ki lehet őket hozni, és még egyelőre nem volt hal lemaradásom. Nyilván, hogy majd lehet még, hát benne van a pakliba az is, de egyelőre nem volt. Horog mérettel egyébként nem finomkodok, tehát fönn van egy ilyen 12-es méretű erősebb horog, mert nem zavarja a halakat egyáltalán, tehát nincsen most szükség arra, hogy finomkodjak. Tehát a halállománya az garantált ennek a tónak ahhoz, hogy egy jót lehessen szórakozni, vagy akár egy versenyen, és hát biztos, hogy ott a szemközti oldalon tökéletesen el lehet férni. Tehát ha más nem, akkor a metódosoknak is oda kell ülni, és legfeljebb nem ő, nem onnan dobálnak át ide, hanem csak ott maguk elé egy 10-15 méterre bepöttyintve, szintén egy rövid féderrel biztos, hogy ugyanezt meg lehet csinálni, amit most erről az oldalról csinálok meg. És az a másik oldal, az viszont teljesen egyenes, az full rendben van, ott nincsen, ott mindenkinek full egyenes, és mindenkinek azonos a feltétel. Ebbe az oldalba egy kicsit csücskösnek érzem ezt a félszigetet, mert itt nem fér el 30 ember, 20 ember fér el szerintem ott abban az egyenesbe, aztán majd meglátjuk. Már itt van előttem a hal. Hogy itt teljesen a part alá. Na gyere kis komám. Na az. Na nem is olyan rossz ez a kis töves jószág. Na legalább meg is tudom így mutatni nektek ezt a halat. Hát ilyen halacskákat lehet fogni itt a hajnaltavon. Hát versenyen ezzel marhajót lehet szórakozni. Lehet is vele haladni, mert azért nyomja a súlyt. Na mennyi komám! Hát azt gondolom, hogy ez alatt a gyors kis rapid perc alatt, hiszen mindössze egy ilyen 2-3 óra hosszát orgáztam, azért sikerült azt felmérnem, hogy a halállománya az alkalmas ennek a víznek arra, hogy egy országos bajnokságot megrendezzünk, hát hogy metódosat vagy pedig csak kizárólag rakósbotosat ott a szemközti egyenesbe, azt még nem tudom, bár azon gondolkodom egyébként, hogy ott azon a szemközti oldalon ki lehet bökni a metódosokat is, legfeljebb, hát nem ide horgásznak át ezzel a palánk elé, hanem csak maguk elé ott egy ilyen 15 méterre, hiszen én is teljesen onnan fogom a halakat, tehát biztos, hogy akár a part mellé bepöttyintve is meg lehet fogni ezeket a pontyokat, még akkor is, ha ott ül valaki. Nyilván, hogyha azért oda becucolás van, meg csörgés van, akkor azért az első 1-2 óra hosszában lehet, hogy elugrik onnan a hal, de a végére biztos, hogy az etetésre ki fog majd állni. Nyilván ennek a tónak is kell még egy kis versenyterhelés, hiszen a halaknak meg kell szokniuk azt, hogy itt mondjuk verseny van, és az ezzel járó mindenféle zajt és tehát mindenféle zajt és terhelést, de ha megszokják, akkor utána egy nagyon jó kis versenytó lehet ez a hajnaltó, itt nem túl messze Székesfehérvártól. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a kis tóbemutató verseny helyszínfelmérő horgászaton, ahol azért hál' Istennek a pellet mix azért szépen működött. Nyilván konkurencia nélkül horgáztam, most nagyon sokan nincsenek kinn a tavon, úgyhogy könnyű volt úgymond a Katit táncba vinni, ahogy tartja a mondást, tehát a halakat kapásra bírni, de bízom benne, hogy majd egyszer egy versenyen is ki tudom majd próbálni ezt a keverékemet, mert nagyon, nagyon tetszik egyébként. Hát ennyi volt ez a kis haladó, most ismét egy ilyen tófelmérő horgászattal, én köszönöm, hogy velem tartottatok, és hát bízom benne, hogy valamikor valamelyik országos bajnokságnak a elődöntőjén majd találkozunk. Sziasztok!